azt mondom egy termelőnek, hogy képzelje maga elé egy igazán nagy termőképességű kukoricát, akkor jellemzően egy hosszú tenyészidejű, nagy zöld tömeggel rendelkező hibrid jelenik meg a termelő szeme előtt. Ezek az elmondottak igazak a mögöttem látható P0450-es új szemes kukorica hibridünkre, de nem teljes mértékben. Az igaz, hogy hosszú a tenyészideje, hiszen FAO száma 490. A csúcstermés is igaz, hiszen a fejlesztői sorainkban kiugró termést adott a 2021 és 2022-es években, azokban az években, amikor inkább a száraz körülmények domináltak. Ami miatt kilóg a sorból, az az, hogy az átlagosnál lényegesen alacsonyabb a növény állománya. Csöveit is alacsonyan hozza, ezáltal a megdőlés egyáltalán nem jellemzi. Kiválóan viseli a száraz és stresszes körülményeket, vízleadási dinamikája nagyon gyors. Kiváló termésstabilitás mutatott a viszontagságos időjárás ellenére. Mindezeknek köszönhetően elnyerte az Optimum Aquamax minősítést, amelyet csak azok a hibridek kaphatnak meg, amelyek a száraz és a csapadékosabb években egyaránt az átlagosnál magasabb termést nyújtanak. Az Optimum Aquamax hibridek ezáltal gyakorlatilag nagyobb termésstabilitást jelentenek a termelő részére. Az elmondottak miatt biztatok minden hazai termelőt, hogy tegye próbára ezt a relatíve kis zöld tömegű hibridet, és győződjön meg saját szemével arról, hogy a csúcstermés nem feltétlenül jár magas növényállománnyal.